Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt egy újabb Cségó videó, egy különleges Cségó videó. Aki itt van velem, üdvözöllek! Aliho! Akit meghívtam ilyen sztár vendégnek, Igen! hogy akkor jöjjön. Na, gyerekek, először is, hát mondjuk a címben minden benne van egyébként, de azért elmondom. Na most mit fogunk csinálni? Megmutatom az új skinjeimet, az új kést, amit pár nappal ezelőtt szereztem. Majd pár ládát fogok kinyitni. Na most kicsit beszéljünk arról, igen, írtátok, hogy a legyen Cségó videó. Na most Cségó videó nem lesz, ezt mondtam is, hanem live lesz. Viszont az a baj, gyerekek, hogy rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam összehozni ezt a live-ot. Én nagyon live-olnék, de nem tudok. Jövő héten szerintem talán meg tudjuk oldani. Ha minden összejön, akkor jövő héten kettő darab Cségó Live lesz. Próbálom így bepótolni a dolgokat. THC Live most egyelőre nem lesz, nincs is nagyon miből. Úgyhogy tényleg, ha minden összejön, akkor jövő héten kettő darab Cségó Live lesz. Tényleg dolgozom arra, hogy legyen meg minden, de sajnos nem tudok videót, meg nem nagyon veszek fel. Úgy hát ilyen top fregeket veszek fel, amit így fölteszek nektek, azokat a egy perces videókat. Én a videóban nem nagyon szeretem. Live lesz. Igen, írtam az XSplitnek, ugye én azzal live-olok, hogy hát gyerekek, az a problémám ugye, hogy 4 a 3 széthozott képernyővel játszok, viszont a live mégis 4 a 3-ban van. Hát az tök jó, de én erre nem kaptam választ a supporttól. Ugye, Izzy? Hát Még nem, együtt pedig írtunk írtuk. nekik. És én nem tudom, ezzel most kicsit ki vagyok így égve, hogy vettem tőlük, jó persze, csak 3 hónapnyi licenszt vettem tőlük, nem egy olyan drága dolog, de azért, hogyha az ember tényleg fizet, meg hogyha nem fizet, akkor is azért csak elvárná a supportot, hogyha van egy problémája, akkor arra válaszoljanak. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ezen a live-on. Próbáltam azt, hogy 1280x720-ba, ugye az 16-9, csak az a baj, én nem tudok már 16-9-be játszani, gyerekek, egyszerűen átraktam 1280x720-ba, kimentem kessen közön, és olyan, mintha a falak közelebb jöttek volna, ugye épp azért, mert ugye 4 a 3-ba játszok, de szét van húzva, ezért én a pályát szélesebbnek látom, és kimentem közön, és úristen, mi ez a pálya, mint egy teljesen más pálya, tehát másképp kell lőni, nem is tudom, tehát az ember tényleg hozzászokik a 4 a 3 széthúzott képernyőhöz, nagyon nehéz, nagyon nehéz utána akár Full HD-ba is játszani. Szóval gondoltam erre, de nem, az nem fog összejönni. Úgyhogy nem tudom, mi lesz a Cségó Live-on, lehet, hogy megint olyan 4 a 3-as képernyő lesz. Hát, hogyha addig tudok beszélni a supporttal és megkérdezni, hogy akkor ez hogy van, vagy... mert én néztem az XSplitben, sajnos nincs ilyen beállítás. Szóval ez valószínűleg, ez programhiba, kihagyták a programból. Tehát lehet úgy van tényleg ez megcsinálva, ez a program, hogy amilyen felbontásban live-olsz, tök mindegy, hogy neked szét van húzva a képernyőn, ő azt úgy küldi a jeletet, úgy live-ol. Nem, én más nem tudok elképzelni, szóval igyekszem tényleg majd Cségót jövő héten egy-két live-ot összehozni. Na most igen, amit látjátok már legendári Chicken Master, ugye Izzy? Igen, Na most a legendári ugye csike. volt az a Cségó Live egy hónapja, és most eltűnt a rangom egy pár napja. Mondom, akkor játszok egy versenyt, aztán egybe átdobott ebbe a masterbe. No de a célom az nem más, mint a globál elit, és még remélem, hogy idén meg lesz, úgyhogy mostanában azért próbálok majd MMZ-ni. Még ha nem is nagyon szeretem a 64 tiket, meg tele van csalóval, meg ilyen Osama Bin Laden-es felhasználóval 22 órával, meg stb. És formában csak fejeseket oszt, mi az már, Dual Barrettával. Mondjuk aztán később kinyomta, de most én pont ezért nem szoktam emezni, ott a Cevó, én azt mondom, jobb, mint a Faceit. Én játszottam Faceiten sok Cevó után, és nem tudom, mint hogyha nem adná annyira, pedig ugye az is 128 tikkes, mint Izzy. És egyszerűen Nem. nem. Tehát én nem tudom, én a Cevót nagyon szeretem, de próbálok most majd MMS-getni haverokkal, meg minden, aztán remélem, hogy összejön még a globál idén. Na most, akkor nézzük itt az inventory-t. Igen, amit látjátok, Full HD, tehát most direkt átállítottam, hogy ne ilyen 1024-ben lássátok a videót ilyen nagyon ondán,
hanem a gondolom, hogy akkor Full HD-ba legyen ez az egész gameplay, és ugye van facecam is, hát lehet késnyitók, hát látjátok a hülye fejemet, ó, gepa meg pont rám itt, egyen meg a drága szívét, amikor videózok. Na mindegy. Ja, egyébként innen üdvözlöm Gepát, Kalót, Olcsit, meg Nagyba Funkót. Nagyba tegnap beírja a Gepot, szemózol, hát nem videózol. Hát ez nem igaz. Na, mindegy, egyébként majd válaszolunk neki, csak most nem. Na, hát nem tudom most, hogy megmutassam-e azokat a skineket, amiket Lion is mutattam, szerintem teljesen felesleges, ti is látjátok, hogy mik azok. Most, ami azóta változott, van egy P2000-em. Ugye ez a handgunos statrakos pékét, ez amit látjátok 116 kill. Igen, most úgy vagyok, hogy minden fegyvert megvettem. Ugye CT-ben van USP-n, P2000-em, szoktam használni, nagyon jó fegyver. Ugye mindig van ez egy USP vagy P2000. Én azt mondom, mind a kettő nagyon jó fegyver, ezzel is nagyon jó fejeseket lehet osztani, illetve az USP-vel is változó. Most például pont az USP-t használom, mert nem tudom. Tehát úgy van, hogy ezt megunom, aztán visszatérek P2000-re. Már tényleg eljutottam arra a szintre ebbe a játékba, hogy akkor most megunom, akkor megyek másikkal, még ha nem is megy annyira, de hát minden fegyvert ugye meg kell tanulni, nincs olyan, most ezzel nem megy. Ugye van ez, amivel lőttem az részt, ez a nukleáris kert, ez a Nuclear Garden, ugye meg 10-re. Hát rengeteg meg 10-es festés, ami nagyon tetszik, az a fade, tehát a halványolás, csak hát az olyan árkategória, ami szerintem kicsit sok érte. Aztán itt van Izzy kedvence, a MP9-re a vasrózsa. Igen. Ez egy nekem gyári is jó volt kis cucc. Hát úgy vagyok valahogy pisztolykör után, vagy UMP-t veszek, vagy MP9-et. T oldalon pedig általában meg 10-et, vagy UMP-t. Tehát az SMG-k közül én azt mondom, hogy ugye MP9, meg 10, illetve az UMP a legjobb. A P90-et én nem sorolnám oda, a P90 nagyon drága, és messzire nem jó vele lőni, úgyhogy én a P90-et nem szeretem. Jó fegyver, lehet eldalálni, bizonyos esetekben tényleg jól jön, mondjuk egy bérást megfogni bén, Infernon. De alapjában véve, veszel egy UMP-t, sokkal távolabbra tudsz vele lőni, és 1200-ba kerül, nem 2250-be. A 2250-ből inkább veszek FAMAS-t, ezerszer jobb. És ugye az már rifle. Na, a vasrózsa után mi az, amit még most szereztem, hogy ez van ez az új ládából esett, ez a Survivor Z nevezetű FAMAS. Hát kicsit érdekes, ugye, mert direkt így meg van koptatva a némely helyeken. Nem rossz, egyébként egyből megtetszett, úgyhogy ez egy minimálveres. Igen, azt nem is mondtam, hogy ezek mik. Ez is minimálveres, ez factory new, handgun pedig field tested. Aztán van ez a CZ, ez a Tigris. Ezt is régen annyit használtam, amikor mi nem volt lenőrfölve, de most is úgy vagyok vele, hogy már tényleg unom a 5-7-t, meg a Tech 9-et, úgyhogy most, most ez van betéve. Egyébként nagyon jó meg lehet vele fogni CT-be a szájtokat, hogyha mondjuk van egy-két embernek. Nagyon-nagyon jó kis fegyver. Hát az az előnye, ugye, hogyha kifogy a tár, most hogy ugye a 12 töltény, mire újra betározol, akkor valószínűleg meghalsz, tehát egy-két-három embert, hogyha profi vagy, akkor le tudsz előni. Mondjuk háromat nekem még nem sikerült egy tára. Na, ugye M4, A4, most lenőrfölték az A1-et, ezért beszereztem egy statrakos Griffin, ez minimál veres, nipes matricával, ugye pont azért vettem meg egyébként. Mit mondjak róla? Nagyon csalódott vagyok, hogy így lenőrfölték az M4A1-et. Tényleg mentem azóta vele, használtam is utána egyébként egy darabig, de nem jó. Tehát érezni, hogy ahogy spray-elsz, sokkal lassabb a fegyó, jobban szór, nem tudom, hogy ezt még kell tennyire. Hát most ezzel most azt érte el, ugye ez a csapat, aki ugye ezt a cségót menedzseli, hogy most mindenki M4A4-jel megy. Tehát néztem a live-okat, csapatokat, egy-két embernek van A1, többi mind áttért M4A4-re, én is így vagyok, most ezt használom, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nagyon jó, meg lehet vele fogni a rásokat mondjuk állni kessen, ugye, mint láthattátok a videóban. Csak jó spray control kell hozzá, ami nem mindig van, nekem se. Tehát nálam is volt olyan, hogy hátba akartam lőni két embert, és nem tudtam. Hát mindenki hibázik, nem lehet mindig jól lőni. Azért benne van a pakliba, hogy az ember hibázik. Hát a következő, az egy Echo AVP nevezetű Desert Eagle, ugye, Izzy?
Igen, desszert. Desszert. Igen, ezt egy streamernél láttam, méghozzá Andrennél, a I Buy Power-ben játszik, azt hiszem. És neki volt a digőjének a neve, hogy Echo AWP, és nekem az annyira megtetszett, és tényleg valóban Echo AWP-ben megveszed, és fejbe lőszel a mindenkit, nagyon jó fegyver. Régen utáltam, mert tényleg pontatlan nagyon, aláírom, viszont hogy az ember megtanul vele lőni, én még azt mondom, annyira nem tudok vele lőni, hát olyan skillem kb. Olyan közepes, azért fejbe tudok vele lőni embereket, csak tehát hogy is mondjam, ez a digül, ez arra, ezzel én se célzok, hanem így érzésből lövök. Ugye, mint mondta, talán a számvitelt érezni kell, ezt is érezni kell. Mert tényleg régebben így rajta volt a fején a célkereszt, és lőttem, azt nem találta el, hát... Mondom, ezt a fegyvert meg kell tanulni, menni kell vele, érezni kell, hogy mikor lövött fejbe. De egyébként tényleg egy ötös lutta az a fegyver, mert... Valamikor tényleg nem adja, valamikor meg egyből fejbe lövöm. Na! Következő... Az egy Galil, ugye ez a... Mi a Stone Cold, ez a... Jéghideg. Jéghideg, igen, ez a jéghideg, ugye magyarul meg nekem angol a Steam, meg minden. Ez is ugye az új ládából esik, és ez pedig egy minimálveres Galil. Hát, igazából több skinem most nincsen. És a Wormgard, azt is most vetted. Jó, tényleg, ó, de jó, hogy mondod, meg a kés, de hol a... Ja, itt a Wormguard, jó, hát ezt a végére hagyni. Most menjünk vissza az elejére. Jó, és nem indítottam el a zenét. Ezt a... Na mindegy, majd mindjárt Majd alá akkor... kevered. Nem, majd mindjárt megvágom. Most mindjárt lehetom, aztán egy kis zenét elindítok. Csak hogy ameddig majd itt a ládanyítás, meg minden. Szóval vettem egy Tatrakus Wormgardot is. Azt hiszem minimálveres, és tettem egy Exist-es matricát. Hogy mi Exist-es? Ez volt 30 centért. 30 centen volt, vettem, az kész. Rátettem az AWP-re. Tehát ne keressétek a logikát. Egyébként nem tudom, mire Exist-es pont 30. Mondjuk mondhatjátok, hogy miért teszek Exist-es matricát egy AWP-re, holott Forrest-et kéne. Igazatok van, tényleg Forrest jobban AWP-zik. Meg én is jobban szeretem személy szerint. No, de most nem ez a lényeg, szoktam néha AWP-zni, mondjátok, hogy miért nem AWP-zek. Hogy is mondjam, tehát... na. Nem nagyon megy vele igazából, tehát nekem az AKM4 az ilyen. AWP meg hát ilyen közepes szinten, tehát amikor ki kell hozni, azért bírok vele lőni. De mondjuk egy profi mondjuk 10-ből, hát 8-9-szer elő az ellenfelet, én csak mondjuk 6-szor, 5-ször, tehát ugye ez a különbség kettőnk között, meg ugye itt a kés. Na most miért az nem, hogy MV Luke from Rambo? Ezt egyébként, mielőtt kérdeznétek, egy ember szerezte nekem, úgyhogy én nagybénen üdvözlöm, hogyha nézi a videót. És hát akkor innentől nevezzük akkor Rambónak, ugye, mert ugye Rambótól, tehát tőle van. Ja, igen! Hát ez Rambótól van, gyerekek! Rambó, így van. És azért MV Luke, mert ez egy filtesztides kés, de én külön kértem, mondjuk plusz pénz volt, nem is kevés, hogy MV Luke-osat szerezzen, ugye, ami nem más jelent, mint hogy MV Luke minimálver kinézet. Ugye, amit itt a fegyvereknél van egy ilyen skála, hogy mondjuk egy filtesztéres fegyver, az lehet mondjuk, hogy van itt egy skála, lehet a legelején, ami nagyon kopott, úgy néz ki, mint egy viseltes, vagy lehet olyan filtesztin, mint ez a kés, ami a minivernek a legalja, tehát MV lukos, ugye így mondani, ezt is most tanultam meg, nemrég hihetetlen, milyen dolgokat az ember tanul, és direkt ilyen kés szereztettem, Boreal Forest, Bajonet, szerintem az egyik legjobb kés a játékba. Nagyon jó néz ki, alig van ott tényleg egy-két kopás, szóval tényleg hű a nevéhez, szóval köszönöm szépen Rambónak, meg idősebbik Rambónak, meg Rambó Juniornak, meg mit tudom én, még ki a családja. Úgyhogy köszönöm szépen neki, ja, meg a kulcsokat is, azt is tőle szereztem, úgyhogy köszönöm szépen, azt is tőle boltoltam. Na, hát a skinek után most az lesz, hogy én leálltam a videót, és egy kis zenét beteszek, mert azt elfelejtettem, egy kis copyrightos zenét. Akarom mondani, no copyright-os zenét. Igen, izé egyébként mindig tök jó, hogy itt van velem, mert mindig kijavít. Sokszor hülyeségeket beszélek. Na! Akkor a skinek után... Egyébként nagyjából ez most már a végleges skinjeim, tehát most valaki kérdezne, hogy itt lesz-e. Úgy gondolom nem. Tehát... nem, szerintem ez lesz a végleges. Nem nagyon fog belőle eladni, most ha megvan, M4A1 egyébként itt van, meg gyors az alkát is megmutatom.
Az előző kurzusra is ezt mondtad, hogy ez a végleges. Nem, nem, tényleg ezek tényleg olyan jó skinek gyerekek, hogy árba is nagyon jók, és tényleg nem nagyon vagyok hajlandó megvenni tőlük. Amik skinek tetszenek, az ilyen pár száz euró, kezdve itt az M4A4 üvöltése, vagy HOV, ugye angolul, Fire Serpent Alkály és társai. Meg hát most annyira nem számít, most tényleg ezek a festések szerintem teljesen jók, igényesek, az én ízlésemet tükrözik, ami nem egy rossz, szerintem. Úgyhogy ki is még egyszer megmutatom, hát tök jó kis tatrakos konyak is, mutának is van. Na, akkor csak annyit hagy mutassak meg, hogy ilyen védtelen botokkal kicsit lekéselek pár botot. Hú, de igazi profi vagyok! Egy igazi badass vagyok, gyerekek! Egy igazi Azaz. badass vagyok, melyek is lekéstelem a védtelen botokat, úristen! Nem, én csak meg akarom mutatni a játékba. És pont cash, jaj, DM, jó, nem baj, DM maradhat. Pont cashen ugye a kedvenc pályámon, mert a cash a kedvenc pályám, így bizony, de utána nem tudom, melyik pálya, mondjuk most nagyon megszerettem Overpass-t is. Hát melyik sidebar, milyen festést mutassak közbe? Beállunk tébe. Veszünk egy Deagle-t, meg egy AWP-t. Hú, de fura gyerekek, full HD-ba. Azt a betyár mindig, teljesen más játék lenne egyébként. Hú, és ez az érzékenység. Na nézzük. De itt kijövök gyerekek, azt a mindenét, hát ezt komolyan mondom. Hihetetlen, mint hogyha ez sokkal közelebb lenne, hát nem durva egy full HD-ba játszani gyerekek. Én az a durva, hogy amióta átállítottam, el se tudom képzelni, hogy milyen lehet full HD-ba, vagy 16-90 játszani ezt a játékot. Őszintén megmondva, amióta 4-3-ba széthúzva játszom ezt a játékot, egyszerűen, tehát én azt mondom, az jobb. Tehát jó, persze valaki csak full HD-n tud, azt szokta meg, de én is úgy voltam, full HD-n kezdtem, és 4-3-ra váltottam, és jobb lettem, gyerekek. Érezhetően jobb lettem, és csak ezért hagytam így. Mert ami tény, nagyon ronda a játék, 1024x768, a pixeles, minden, de én úgy vagyok fel, hogy inkább legyek a játékban jobb, viszont ne legyen olyan szép játék, meg most ezt a játékot nem hiszem, hogy azért játszik, mert szép. Egyébként nem olyan szép lehet tenni, hogyha mindent fölteszel. Egyébként megmutatom a... Gepa, egyen meg a drága szívedet. Jönnék én is, hát... Kiégek! Szóval a beállításom, egy gyors megmutatom nektek. Na mindegy, és... igen, ja, ki is már párszor megmutattam. Hát van rajta pár kopásot, pár zergét levágtam vele. Szavannába. Azért kicsit kopott. AWP az meg én, ugye itt az Echo AWP. Jó kis Desert Eagle. Na! Hát és most lesz egy ilyen a kalantúra. És most itt vagyunk Ashen, itt vagyunk Highway-en, vagy röviden. Ott láthatják fönn a bazilikát. De egyébként, ja, ott fönn van egy izé, ezt tudja, hogy ez itt Csernobilban van egyébként. Egy ilyen Pripyat utánzat. Egyébként oda fönn mi? Ezt nem is olvastam. A120. Hát nem tudom, mit jelenthet. Na, mit is? Nem fogadott hi... Na, már nem fogadott hívás. Lenémítottam a telefonomat. Ez volt az első a gameplay előtt, mert úgy is tudom, hogy... Pont akkor zavarnak. Hogy valaki fog zavarni, szóval úgy érzek én az egész, de ronda. Ó, de Mindegy, ha nem rossz, nagyon telefonon, rossz, nagyon akkor meg rossz. ott van a Steam-en, Gepa. Hát Steamen persze, úgyhogy tudta fel az érzékenység. Most nem vettem le a DP-t. Úristen, nem is tudom, hogy tudtam így régen játszani. Még régen ilyen érzékenységgel játszottam full HD-be, de na, szörnyű. Kicsit megmozdítom aztán. Na jó, még azért lekéselek valakit, mert pro vagyok. És hogy menekült, láttátok így guggolva? Na jó, menjünk vissza a főmenübe. Ugyanis! Egyébként amíg itt megkeresem meg a szemüveget, és addig Izzy előad nektek egy Nem. bakkorát. Nem. Szívelem. Na lényeg! Egyben. Ugye, jön a szerencsét hozó 3D szemüveg. Pater egyébként. Ojaj.
És mint a Bartós, nem egyenesen, a fél oldalt kül föl. Persze, hát fél oldalt sokkal jobban áll. Csajoknak sokkal jobban tetsződsz így. Ú, de ezt már jól megmondtam, milyen jó alföldise megmondtam, hogy tetsződsz. Na mindegy, így kell fölvenni a szemüveget, így kell nyitni ládát. Kész, pont, el van döntve, izé. Két Vanguard, két Breakout és Phoenix, melyeket, miért nyissak először? Kezd a Vanguarddal. Oké. Na gyerekek, hát ha kést nyitok, fogom és összetöröm ezt a szemüveget, mondjuk nem me fatelé, de hozzak neki másikat, tehát ilyen izé, ez még 86-ba. Na jó, nézzük az első konténert. Minden nagy munkás, tuti nem lesz benne semmi. Való, ott lett volna egy Scar 20-as. Egy ilyen izé, MP9. Hát nem tudom, úgy néz ki, mint egy ilyen izé. Nem mindegy, hát ez egy MP9 lett. Ez egy nyilvessző. Harctéren tesztel darab. Field tested, hát ilyen, ez ilyen büdzsé. Na jó, akkor nézzünk egy Operation Breakoutot. Ebből mik esetnek? Mondjuk a Cyrexnek mondjuk örülnek meg mondjuk egy Battlefly Knife-nak. Nézzük, hogy mi jön. Bartosizmus és egy CZ Tigris, mert ment mondjuk azért. Ó, hát P2000 Ivory, vagy nem tudom, hogy kell mondani, hát... Elefántcsont. Na jó, szerintem... nagyon rossz. De te szóval tudod, izé? Hát nyomok egy F5-öt a profilodon, és már ott van. Ja, jó van, hát na! Na mindegy. Én nem várom meg a pörgetést, én már csak az eredményt látom. Egyébként nagyon szexi a szemeg, nem? Tehát mondom, ezt pont azért hoztam, hogy ládanyítás, az egyébként kicsit leveszem, mert az a baj, hogy rontja a szemet, ugye? Ugye aki nem szemleges és fölvesz szemeget, annak nagyon rossz, de így, tök jó Bartos a szemeg, esküszöm, ezzel fog menni suliba. Na, következő, az egy Phoenix láda lesz. Inkább csak ott vett föl, oké? Okay? Egy Asimov AWP, gyerekek. Az jó lenne. Na nézzük, lesz-e Asimov AWP-m? Nem. Ornát. Terep negev. Ist. De, ja, hogy az a durva izi, hogy amikor te ezt mondod, nekem még javában megy az a csúszka. Előbb látom. Ezt, öcsé, de ne mond. Oké. Okay. Hát gyerekek, két kulcsom maradt. Na most, egyébként ezt úgy lehet, hogy ezt live-ra hagytam volna, csígolájra, csak az a baj, hogy sietni kell minden, úgyhogy ha ládákat nyitogatok gameplay-be, mert szerintem így havonta lesz egy ilyen gameplay, amikor 4-5-6-ot kinyitok. Azért gameplay-be, mert ugye akkor nem kell annyira sietni, szebb is ugye a minőség, meg minden. Meg hát, hogyha örülök, akkor lehet hosszabb ideig örülni. Meg kezd romlani egyébként a szám. Na jó, utolsó előtte kulcs, Vanguard, hát... Elvisek, itt olyan festések vannak, hogy... mondjuk az az alkáz jó lenne. Na nézzük, ó, és ott ment el két lila festés. A legelején, ú, gyerekek, hát milyen gazdag vagyok, hát egy... Mi ennek a magyar neve? Borongós a magyar neve. Jézusom, ez a... Jézusom SSG, gyerekek, hát ezt kell hallod, ezzel beállsz Infernón. Középen azt ledarálsz mindenkit. Na, ennek az idézetes a semmi, azt mondja, mindig van egy sötétebb hely, ahova kerülhetsz. Jaj, ott van, jaj. De hülyeség. Micsoda kis idézetek. Jó, ugye van idézetek is a fej... Na jó, most égtem ki. Na jó, azért gyerekek! Utolsó kulcsunk. Unlock. Ja, egyébként lehet azért nem nyitok jót, mert ferd a szemüvegem. Hát akkor gyorsan ezért most... meg. Ezért most így lesz. És melyiket nyissom, az első ládát, vagy a másodikat? Mert ugye tegnap dobott, az a másodikat, nem? Amelyiket tegnap dobott szerintem azt. Hát, nem tudom melyik, mert nincs ráírva. Nézzük az utolsó ládát. Az első. És... Járj új. Komolyan mondom, ez nem is a Fater szemüveg, ez a Gabené. A kettő között nincs sok különbség. Na a lényeg, hogy... Hát, gyerekek! Mi? Majd... Hogy kell azzal játszani? Mivel, Gepa? Gepa papa. Azt mondja, please mondd nekem, hogy kell azzal játszani. Jaj! Nem tudom mivel. Gyerekek! Ennyi lett volna az öt láda. Én azt mondom, hogy havi szinten ilyen öt ládát szerintem ki fogok azért nyitni, az belefér, 5-6 láda. És ezt gameplaybe fogjuk természetesen megtenni. Nem tudom ki lesz itt, szerintem izit majd mindenféleképpen hívom, azért mégsem legyen ennyire unalmas a videó. Megköszönök az elején és elköszönök a végén. Na nézzük, várjátok gyorsan, hogy field tested, minimálver és gyár, jó. Hát, azt mondom, ezek olyan...
40 cent. De most csak mondtam valamit. Mondjuk nem baj, az is több, mint a semmi. A kulcsok meg kicsit többek voltak. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy most 4-5 kulcs nem egy nagy dolog. És hát lehet, hogy majd tudja, lehet egyszer késnyitok, aztán akkor lesz majd párja a bajonetnek, meglátjuk majd, hogy mi lesz. Egyelőre ilyen nagyon rosszakat dobott, tehát ez tényleg ez a legalja, ugye ezek a kék festések. Hát lehet, hogy legközelebb kapok valami ott, ki tudja. Úgyhogy köszönöm Izinek, hogy itt volt ebbe a gameplaybe. Szerintem legközelebb, mondom, egy hónap múlva jelentkezünk majd, ahol ismét szerintem egy olyan 5-6 darabot fogunk majd együtt kinyitni, meg akkor is megmutatom a skinjeimet, mert mondjuk nem hiszem, hogy fog változni, de lehet, hogy majd egy-két ilyen skin majd bejön. De most van nagyjából tényleg megtaláltam azt a loadoutot, ami nekem megfelelő. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, jó hétvégét kívánunk nektek. Jövő héten nagyon remélem, hogy tudok Cségóból live-olni. Ha nem kettő, de legalább egyet össze tudok hozni. Remélem azt az XSplit supporttal tudok beszélni, hogy valamit mondjanak erre, hogy mit csináljak, hogy széthúzza nektek 16-9-be a képet. Mert de viszont, hogyha nem tudom megcsinálni, akkor az a baj, nem tudok vele mit csinálni, akkor olyan lesz a kép. Tehát meglátjuk, de hát szerintem egyébként úgyis nézhető, szóval nem hiszem, hogy azért az annyira zavarna. Na jó gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna a loadouton bemutatása, az új kis bemutatása, Izének a szekálása. Nem. És ládanyitás. De ez nagyon borzalom gyerekek, ez a láda nyitogatás, hogy mennyire rosszak esnek belőle. Tényleg egy hónap múlva szerintem jelentkezünk egy ilyen gameplayer, akkor már remélem, hogy supreme leszek, nagyon remélem, küzdök érte meg azért, hogy globál legyek, hiszen most az nagyon a célom, hogy azt elérjem, szóval köszönjük, és már tényleg még egyszer köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!